Jó estét kívánok! Előadás és szűrővizsgálatok is várják az érdeklődőket a civil központban március 8-án a Vesevilágnapján. Idén a női egészség kerül középpontba, erről lesz szó a mai esti mérlegben. Dialízis kezelés zajlik a kórházban. Erre akkor van szükség, amikor a beteg vesélye nem megfelelően működik, és nem tudja kiszűrni a vérből a salakanyagokat és a felesleges folyadékot. A vesebetegségek megelőzhetők és jól kezelhetők, a szövődmények pedig enyhíthetők. Hogy erre felhívják a figyelmet, Székesfehérváron is megszervezik a Vesevilágnapi akciót. Évek óta mi is megtartjuk a Vesevilágnapját, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy mi is csatlakozunk ezekhez a kiemelt WHO-s rendezvényekhez, hiszen ezek mindig arra mutatnak rá, hogy mik azok a témakörök, amivel a megelőzés, a gondozás szintjén többet kell foglalkoznunk. Ebben a témakörben március 8-án csütörtökön a civilházban lesz előadás. Zakar Gábor főorvos úr és Hagymási főorvos úr fognak beszélni arról, hogy mi a jelentősége ennek a világnapnak, kifejezetten a hölgyek számára. Nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan eljönnének, hiszen a nőket azért ez a téma mindenképpen érinti. A terhesség, a mindennapok és az inkontinencia kérdése olyan, ami szinte valamennyi nőt érint, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. A világnap középpontjába idén a nőket érintő betegségek kerültek, ilyen például a gennyes vesegyulladás, vagy egyes immunvesebajok. Ebben az évben a nők és a vese betegségek állnak a WHO által megjelölt témáknak az előterében, ami azért nagyon fontos, mert vannak bizonyos betegségek, vesebetegségek, amelyek nőkben gyakoribbak. Ilyen például a felszálló húgyúti fertőzés vagy felfázás közismertebb nevén, és a gennyes vesegyulladás. Erre fel kell hívni mindenképpen a figyelmet. A másik, vannak bizonyos immunvesebetegségek, ilyen ez az SLE betűszóból származó szisztémás immunbetegség, aminek a vese megnyilvánulása, ami területünk, és ami nőkben sajnos viszonylag gyakori. És tovább menve maga a vese elégtelenség, tehát a vese csökkent szűrőképessége, amely a szívérendszeri kockázatot és egyúttal a terhesség kihordásának a kockázatát is növeli, mind az anyára, mind a magzatra nézve. Mindezekre, ezeknek a jelentőségére, felismerésére, illetve adott esetben a megelőzésére hívjuk fel a figyelmet. Miként lehet ezeket a betegségeket megelőzni? A megelőzés az azzal kapcsolatos, hogy a létrehozó okot kezeljük megfelelően, tehát például a magas vérnyomást nagyon jó rendben kell tartani, és adott esetben akkor még a terhességet sem befolyásolja. A másik ilyen ugye a felszálló fertőzéseknél magát az alsó húgyúti fertőzést kell idejében is megfelelően kezelni, azért, hogy ne legyen belőle vesegyulladás. Az immunbetegségeknél nyilvánvaló, hogy ott egy megfelelő immunterápia szükséges, itt inkább az a kérdés, és azzal kell foglalkozni, hogy amikor adott esetben egy terhesség kialakul, hogy akkor mi történjen ezekkel az állapotokkal, van rá lehetőség, hogy ezeket jól mederbe tudjuk tartani, és a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad, tehát a betegséget is rendben lehet tartani, és a magzatnak sem lesz baja. A speciális probléma az pedig a vesepótló kezelésen levő nőknek adott esetben a terhessége, amiről meg tudjuk, hogy ma már nem lehetetlen. Nem ajánljuk, mert bizonyos fokozott kockázatokat hordoz, de ha valaki nagyon szeretné, akkor van rá lehetőség, hogy sikeresen kihordja a terhességét, és a magzat is éppen megszülessen. Hogyha jól értelmezem, akkor ezek a betegségek ma már nagyon jól kezelhetőek, illetve meg is előzhetőek, de milyen szövődményei lehetnek, hogyha valaki nem foglalkozik ezzel? Visszatérve, többnyire jól kezelhetők, ezt így mondanám. A másik, hogy milyen veszélye van, ha elhanyagoljuk. Az, hogy például
egy kismama már adott esetben a harmadik, negyedik hónapban egy előre haladott vese elégtelenséggel együtt jelentkezik, amikor is már ugye nincs más hátra, mint előre, tehát azt igyekszünk a szülész kollégákkal együtt megvalósítani, hogy minél biztonságosabban az adott körülmények között a legjobban tudja kihordani a terhességét, de mennyivel jobb lett volna, hogyha ezt korábban felismerik, és már fel tud készülni rá adott esetben az ellátó csapat. A rendezvényen arról is szó lesz, hogy ezek a betegségek miként kezelhetők terhesség esetén. Például sokan nem is gondolnák, hogy a magas vérnyomás mögött is valamilyen vesebetegség állhat. A terhesség alatt kialakult szövődményeknél az egyik legsúlyosabb szövődmény, ami kialakult, az a vesebetegségek talaján alakul ki. A legjobban, amitől félnek a terhesek, a magas vérnyomás például, a hipertónia, aznak a mögött legtöbbször vesebetegség áll. És nagyon sokan már a terhesség előtt is, ha magas vérnyomással rendelkeznek, akkor súlyosbodik a terhesség alatt. A másik, hogy izoláltan is lehet hipertóniát, tehát a magas vérnyomás egy terhesnek, de ennek egy szövődmény majd a terhességi toxikózis, a terhességi mérgezés, amelyik nagyon súlyos szövődménye a terhességnek. Erre szintén lát terhesek ismerik ezeket, sok fokozott súlygyarapodás, ödém a vizenyő jelentkezik, egyik tünete a fehérjeürítés a vizeleten keresztül, és hát a magas vérnyomás, és ennek nagyon súlyos formája, hogy a terhesség alatt a magas vérnyomás súlyos anyai szövődményekbe torkolhat, akár eklampszia vagy halálos herpszindrómába szúrhat, és a magzatnak a növekedését is befolyásolja. Ha magas a vérnyomása, és nem megfelelően működik ezáltal a lepény, a terhesség alatt a magzatnak a fejlődésbe visszamaradás, ugye dizmatuitás, retardáció alakulhat ki, sőt elhaláshoz is vezethet, vetéléshez, akár koraszüléshez is vezethet. Ezért nagyon fontos, hogy időben fölismerjük a vesebeteg terheseket, mielőtt a terhes gondozásnál terhebe esnek, ugye egy prékoncepciós gondozás formájában érdemes felderíteni, és megfelelően előtte kivizsgálni, beállítani, hogy minél egészségesebb formába vállalják a terhességet, és a terhesség alatt még ezekre figyelni, kiszűrni az ilyen problémákat, hogy időben észrevegyük és megelőzzük ennek a súlyosbodását. És a tájékoztatón elhangzott még egy érdekes adat, hogy most már sokkal később szülnek a nők, és hogy ez is veszélyes lehet. Igen, hát mint már többször beszéltünk mindenütt, hogy az utóbbi évtizedekben megváltozott a szülési kedv. Fiatal korban, 25 évben szültek valamikor, 25 évvel ezelőtt a hölgyek Magyarországon is, a jelenleg 35 év az átlag életkor. Kb. 10 évvel később szülnek, de van olyan hölgy, aki 40-45-47 éves korában szül a gyermeket, vállalja a terhességet. És nyilván azt is tudjuk, hogy a kor elhaladtával a betegségek is gyakrabban fordulnak elő. Tehát a ma terhesek, azok a hölgyek, akik ma terhességet vállalnak, azoknál sokkal gyakrabban van már szívbetegség, vesebetegség, vagy máj problémák, és ezáltal a szövődmények is sokkal súlyosabban fordulhatnak elő. Ezért rendkívül fontos gondolnunk arra, hogy akik ezeket vállalják, azokat megfelelően gondozzuk, a megfelelően időben állítjuk fel a diagnózist, és megelőzzük a szövődmények kialakulását, hisz mindenkinek nagyon nagy a kockázat, de az a célunk, hogy egészséges kisbaba szülessen, de az édesanyja is menjen rá, ő is megmaradjon egészségesen. Mert hogy ez ma már lehetséges, tehát attól függetlenül, hogy valakinek vese problémái vannak, nem kell feltétlenül attól tartani, hogy elveszíti a kisbabáját, vagy nagy Isten, nem is lehet neki. Nem, hát azért ezt így nem mondjuk ma már ki. Tulajdonképpen azért ma már olyan fejlett az orvostudomány, olyan fejlett a diagnosztikus lehetőségeink és a terápiás lehetőségeink, hogy azért minden megteszünk azért, hogy ne következzen be egy vetélés, egy koraszülés, vagy esetleg egy súlyos preeklampszia. Természetesen időnként előfordulhat ennek, de általában mindig a gondozatlan terheseknél fordul ez elő. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen erre, és már a terhesség előtt és a terhesség alatt is megfelelő gondozásban tudjuk őket részesíteni. A szülészeti osztály, illetve hát a nefrológia osztálynak a közös együttműködésével. Március 8-án 16 órakor a civil központba várják az érdeklődőket, ahol ingyenes szűrővizsgálatok és előadás is lesz a témához kapcsolódóan. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!